Szeretlek, arcon is ismerem azért. Több száz lábosban rotyogott a Kunok eledele a birka pörkölt a 16. karcagi birkafőző fesztiválon. Idén 220 nevező érkezett erre a nemes versengésre, jöttek egyébként határon túlról is, és a lábosok számát illetően közel 400 lábas birka pörkölt készül ma a Múzeum Parkban. A karcagiak szerint a jó pörköltnek az a titka, hogy az alapvető fűszereken kívül nem kell hozzá más. A jó karcagi birka pörkölt az igazából három összetevő kell a fűszerek közül. A hagyma, a só és a őrölt édes és csípős paprika, és a legfontosabb alapanyag a gyakorlatilag a jó karcagi birka. Az első birkafőző versenyt 1999 nyarán rendezték meg a karcagi múzeumparkban, akkor még csak néhányan mérték össze pörkölt főző tudományukat, már azonban a rendezvény nemzetközivé nőtte ki magát. Most már az ország minden részéből, sőt nyugodtan mondhatom, hogy a világ legkülönböző pontjairól érkeznek ide vendégek. Most kazak turisták, ukrán, török vendégeink vannak, de turistaként is, magánszemélyként is érkeznek ide. Találkoztam Új-Zélandból és Argentinából ide látogató vendéggel is. A karcagi módra főzött kunsági birka pörkölt 2013-ban Hungarikum lett. A karcagi birka pörkölt elkészítésének a hagyománya Hungarikum, egy olyan csúcs teljesítmény, amely egy régi nomád hagyománynak a fönnmaradását és megújítását is jelenti, hiszen itt az ételek előkészítése, maga a főzés, illetve az a rendezvény közeg, az a közösségi lét, amelynek a keretében azt elfogyasztják, ez egy szerves egységet képez. A híres karcagi birkapörköltet a világ minden táján ismerik és szeretik. Tavaly például a verseny idején egy karcagi juhász család Washington legnagyobb kulturális fesztiválján mutatkozott be.